Hello YouTube! A mai tesztünk alanya egy KJW Glock, azt hiszem, hogy 32C, KP03-as típus erre hallgat a KJW pisztolyok között, és ez a két verzió közül, amit gyártanak, ugye a polimertok, illetve a fémszán. Itt a két verzió abból adódik, hogy az egyiknek ugye műanyag a szánja, a másiknak meg hát vagy spiáter, vagy alumínium. Ez a műanyag szános verzió. Egy kicsit nézzük meg a tárját. Így messziről ránézésre ez a jószág egy marui klón. Főleg a hopapjából tippelek erre. A tárón alul van a betöltőszelep, a vezetőt, illetve hát a followert lehúzva sajnos szemből nem tudjuk tölteni a tárat, csak felülről. Ez egy elég sokat használ darab. A műanyag szános kiviteleknél a külső cső is műanyag, ennél különösen jól látszik, mert eredeti színe az piros. A cső az réz. Szokásos Glock kezelőszervek, illetve erről a billentyű biztosító hiányzik, mint általában a KJW Glockoknál. Tárkioldó, szánakasztó, szétszedéshez szükséges kis retesz, két oldalt egyszerre meghúzandó, úgy lehet lehúzni. Itt látható a helyre tudó rugó, a vezetője, a hop-up állító kerék, ez a muskázat egyébként rendes. Csak a kamera kijelzőjén kicsit fordítva került vissza rá a hátsó irányzék, ki tudja miért. Csinálunk itt gyorsba egy külső nézetet a szánról, majd a többi alkatrészről. Egyébként ennek a pisztolynak sajnos az a problémája, hogy a tárnak a szelepét megütő, úgymond ütőszeg, ez eltört, ezért a kalapács működése után nem tér vissza alaphelyzetbe, és szépen elengedi a gázban lévő egész kutyatárban lévő egész gázmennyiséget. Jó ez a szám. Ez a tok. Helyes bordázott, ahhoz képest jó fogása van, milyen pici. Szereléksín. Erről van a sín alatt egy biztosító, amit hátrahúzva blokkoljuk a billentyűt, és körülbelül ez az összes biztosítás ezen a pisztolyon. És itt látható annak az alkatrésznek a vége, ami eltört. Mondjuk ez a pisztoly azért elég sokat dolgozott, ugye a kopásokból, meg a felfényesedésekből ítélve. No hát akkor köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel. Sziasztok!